Idei évben már annyi változó van az életünkben. Naszvadi Endre, a Dombóvári Vállalkozók Egyesületének elnöke ezekkel a szavakkal köszöntötte a helyi vállalkozókat, akik többek között a kata adózási formát érintő jogszabályi változásokról is felvilágosítást kaptak, de a fórum alkalmával az idén július végén a Dombóvári Képviselőtestület által elfogadott fenntartható városfejlesztési stratégiáról is hallhattak a megjelentek. Ez az első olyan alkalom, amikor nyilvánosság előtt potentált vállalkozók és intézményvezetők is hírt hallhatnak róla, akik eddig még nem találkoztak vele, és onnan nagyon sokkal fontosabb, hogy szemközben indult egy párbeszéd, hiszen nagyon fontos. Erről a programról azt illik tudni, mindenféleképpen nincsenek kőbevésve dolgok. Ez nem is statikus program, ezt az élet mindig átírhatja, és ezt a képviselőtestületnek le kell követnie. A 6 milliárd forintot meghaladó fejlesztések sorában szerepel többek között energiaberuházás vagy csapadékvízelvezetéssel és útfelújítással kapcsolatos projekt is. A vállalkozói fórum alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a kormány a továbbiakban is fontosnak tartja a magyar vállalkozások erősítését. Az energiaárak elszabadulása nehéz feladatok elé állítja a családokat és a vállalkozásokat egyaránt. A rezsicsökkentésnek a vívmányait, amennyire lehetséges, próbáljuk megtartani, és emellett pedig a vállalkozóknak olyan segítséget, magyar kis- és középvállalkozásoknak olyan segítséget próbálunk nyújtani, ami a nehéz helyzetet valamennyire mérsékli. A Dombóvári Vállalkozók Egyesületének fórumán sok új információval gazdagodtak az érdeklődők, többek között a város jövőjét illetően.